úton a Grand Canyonba. Kicsit fáraszt az út, valami 6-7 órás, de legalább bírom vágni a vlogot. És már kávé egy órára vagyunk csak és megérkezünk. Kóla is benyakult, plusz a sivatag. És ismét egy erdőtűz. És akkor megérkeztünk a Grand Canyonba. Kemény 5 fok van. Itt vagyunk Pécsben. Pécs. Lehet, hogy nem így mondják, Pogénak írják. Valahol itt van a Monument Valley. Ez a hely is valahol a semmi közepén van. Ez, amit már csak szatyorban hordok, mert mindig kell töltük. És így lehet mexikói kóla. Úton a Monument Valley-ba igaz, nem gyalog itt az autó, de éjszaka mínusz 3 fok volt itt, így a vegasi 20 pár fokok után kurva hideg volt. Szóval, ja, itt vagyunk a semmi közepében. Persze térerő, meg ilyen már luxus még Amerikában is. Ez eddig a legjobb lakroj, amit eddig ittam. Nem tudom, milyen ízesítésű, de nagyon jó. Na, ez az a tipikus Forrest Gump pont. Hát én nem szoktam futni, ezért ezen a ponton most nem futok, hanem... Sikerült minden drónaksit kilőnöm, de Mexican Hat megrepülve. Kúra, poros is lett. Drónnal lesz az egészet megrepülve, olyan érzés, hogy megy a drón, megy, és hiába nézem a kijelzőt, nem közelítik egyszerűen, olyan kurva nagy. És pont erre a helyre nem maradt már drónak sem. Jókat drónoztam. Itt vagyunk Utahban. Ez a sziklás vlog még holnap folytatódni fog, mert holnap is még megnézünk pár menőhelyet. Aztán pedig húzunk már is Palm Springsbe, meg arra San Diegóba. Ez sem egy termőföld. Utah is egy nagyon menőhely. Rohadt menő sziklák mindenhol. -4, itt vagyunk valahol Flagstaffban. Nem is tudom, hogy hol van, ezt tényleg nem tudom, hol van. Szokásos kis Franco Fancy Motelban. Nem sokára indulunk a Devil's Bridge-hez. Jó, kurva jó neve van. Erre a poros útra nem akartam Yeezy-ben jönni, ezért most betöröm az új Martens-ot. A picsába. Kezd most már fárasztó lenni. Még jó, hogy kurva jó kondiban vagyok. Nem is tudom, hogy honnan jöttünk, valahol egész valahonnan, onnan. Szerintem egy kicsit letelepszem itt, aztán még felmegyünk valahova oda. Erről azért nem volt szó. Ezzel a Devil's Bridge-el az az egyetlen egy probléma, hogy egyszerűen annyira sok turista dudál a seggedbe, hogy normális fotót, videót nem is lehet csinálni.
Átmentem rajta, meg volt az élmény. Ennyi volna Davis Bridge, indulunk Palm Springsbe.